A hosszú, fáradtságos munkával teli hétköznapok után mindenkinek jól esik egy kis szabadság. Vannak, akik a nyüzsgő, zajos nagyvárosokban idegenforgalmi látványosságok között töltik el szabadságukat. Vannak azonban sokan, akik szívesebben pihennek a természetben, csendes, nyugodt vidéki környezetben. Az ő igényeiket elégítik ki a falusi vendéglátóhelyek, ahol családias környezetben tölthetik el az időt. A falusi vendéglátó fő feladata, hogy vendégei nyaralását, pihenését minél kellemesebbé, zökkenőmentesebbé tegye. Az általában családi vállalkozás keretén belül szállást és igény szerint étkezést biztosít az ide látogató hazai és a külföldi turistáknak. A kellemes, rendezett, ízléses és tiszta kép kialakítása elengedhetetlen feladata a falusi vendéglátónak. A környék, a vendégház, az előtér alapján a vendégek először kapnak képet a panzióról, a vendégfogadás és a szolgáltatás minőségéről. Emellett a vendégek fogadásában nagy szerepe van a falusi vendéglátó magatartásának, viselkedésének. Ezek határozzák meg, hogy milyen benyomást kelt ez a hely az itt megforduló vendégekben, turistákban. A nyugodt, kiegyensúlyozott magatartás, a kedves és határozott fellépés, a barátságos és mosolygós arc a vendégekben biztonságérzetet kelt. A falusi vendéglátó felelősségteljes munkát végez. Nagyon fontos számára, hogy a vendégei elégedettek legyenek, és máskor is visszatérjenek hozzá. Ezért a falusi vendéglátónak nagyon sokféle és változatos tevékenységet kell elvégeznie. Mindenki neki jelenti be a kisebb-nagyobb panaszait, csepeg a csap, több takarót kér, puhább párnát szeretne, fontos üzenetet vár és egyebek. A mindennapi kérések mellett sokszor találkozik váratlan igényekkel is, amiket szemrebbenés és meglepődés nélkül kell teljesítenie a lehetőségeken belül. Nagyon fontos, hogy a falusi vendéglátó mindenkire odafigyeljen, jó beszédkészséggel rendelkezzen. Szükség esetén megfelelő szervezőkészséggel, ötletességgel és humorral oldja meg a felmerülő problémákat. Almát azért hagyjuk fönn, mert hogyha netaláltán a vendégünknek megtetszik, és egy-egy finomság címen leszedheti, ez egy szívesség, egy gesztus érték. A vendéglátáshoz a lehető legnagyobb mértékben felhasználja a konyhakertjükben és gazdaságukban termesztett zöldségeket, gyümölcsöket a helyi, házias ételkülönlegességek elkészítésekor. A falusi vendéglátónak nagyon fontos feladata még a vendégek szórakozási lehetőségéről való gondoskodás is. Az itt pihenő, kikapcsolódó turisták, nyaralók számára különböző változatos programokat is kell biztosítania. Ezek megszervezésével is növelheti a hely népszerűségét, a panzió forgalmát. A sikeres programok érdekében ismernie kell a környék minden nevezetességét. A programok szervezésekor a vidék adottságai mellett a helyi népszokásokat is felhasználja. Az idegenforgalom és a vendéglátás egy falusi vendéglátó esetében egész napi elfoglaltságot jelent, hiszen a tulajdonosnak folyamatosan kell a házat működtetnie. A nagyobb szállodáktól eltérően ő egyáltalán nem, vagy csak elenyésző számban foglalkoztat alkalmazottakat. Így családtagjai is besegítenek a napi munkába. A vendégek ellátásához nagyon sok háttérmunka is szükséges. Az élelmiszerek, italok, tisztító és tisztálkodóbb szerek beszerzése, a használt ágyneműk, törölközők, abroszok, törlőruhák mosatása, valamint a távozó vendégek utáni rendrakás is ide tartozik. Édesapám indította a vállalkozást, magán kiskereskedőként Zsámbékon, mint lángos pecsenyesütő is, tulajdonképpen kiskorom óta ebbe a szakmába tevékenykedünk. Maga a vendéglátás úgy fogott meg, hogy a konyhára bejárogattam, ugye ugyanúgy a nagymamámmal gyúrtuk a tésztát. Minden ember más és más, ezért pillanatok alatt föl kell mérni, hogy milyen stílusú a vendég. Egy háttérbiztosítékkel, és ha az én tudás szintemen kívül van, akkor jönnek a villanyszerelők, amitől én tartok nagyon, és a vízvezetékszerelők. Tehát olyan iparosok, ami a háznál szükségeltetik,
illetve amelyen révén, mert ő tartja a vendéglátónak a étkezési oldalát, illetve a adminisztrációs vonalat. Ezt könyvelőtől kezdve a közértesekig, a nagybani piaci kereskedelemtől kezdve mindenkivel ugyanolyan jó kapcsolatot kell kiépíteni, mint ahogy mi esetleg a vendégekkel is ki kell építsük a kapcsolatot. Ezt a pályát tulajdonképpen olyan fiataloknak ajánlom, aki tele van energiával. Első pillanatban nem derül ki, hogy az ember jó ezen a szakmán vagy nem. Ez az évek, évtizedek alatt derül ki csak, hogyha visszajárnak a vendégek, ha szívesen vannak, ha egy-egy képes levelezőt, lapot kap az ember vissza a vendégtől, ezeknél a bókoknál több nem kell. Azt hiszem, ha ezt valaki megkapja, akkor ő jól csinálja azt, amit csinál. A vendégek szórakoztatását szolgálja a ház mellett kialakított nyitott tűzhely, amely lehetőséget biztosít hús- és szalonna sütésre, az üstben való főzésre. Az emberekkel való kulturált szolgálatkész bánásmód mellett vezeti a vendégek számláit. Munkájához hozzátartozik a bevétellel való napi elszámolás is. A kellemesen eltöltött nyaralás, a gondoskodó vendéglátás, a nyugodt körülmények biztosítása és az elégedetten távozó vendégek a garancia arra, hogy ennek a falusi vendéglátónak jövőre is lesznek vendégei.